sorozatunkon, amint a hangnál című sorozat volt korábban a klarinét, a cselló, és most Szabó Tünde művésznek köszönhetően az éneket élvezhetjük a mai koncerten. Már is fog egyre szerencsében van részünk, mert hát ő szerette volna ezt az egész című szerepet, pedig nekem nagyon szerencsétlen volna beszélni, mert azt hiszem 3,5 órás szerep, az egyik leghosszabb szerep, és beleegyeztetünk egy ilyen rövid ruhacserés szerepel, mert ez egy ruhacsere közben történik, az ugyanis a Rózsa Ária, ami a mai koncert első is a száma volt. Az ének, illetve a dal, most már az életünket kezdetektől fogva elkíséri valamilyen formában, mégis ebben a formában, ahogy ma élvezzük, konkrétan a mai napra gondolok. Elsősorban talán Mozarthoz köthetjük vissza ennek a hagyományát, köszönhetően neki a szervezett dal, illetve koncertáriák, amit mai napig a nagy színpadok műveiként megjelennek, hogy ennek milyen nagy jelentősége lett tulajdonképpen valahol a klasszikus korszakban, és hát azt mernék mondani, hogy talán napjainkig is igaz, hogy az a fajta dalest, a hagyományos dalest, ami például a 18. század, tehát a 19. század még kell itt fogalmazni, jellemző volt, ez ma már sajnos nem olyan becsben van, mint ahogy az megjelenné az ő helyét. Ugye énekes nélkül ezek a művek halottak, mert nem szólhat meg. Ez nagyon fontos, hogy legyenek nagyszerű énekeseim, ahogy Szabó Tünde is kiváló énekes a mai zenei életben, hogy valaha még zongora szakon szerezte első diplomát, és aztán Grazban végzett énekművészként, és hát már természetesen számos operaház gyakori vendége, mint a Magyar Operaház magánénekese, ezzel a titulussal természetesen, tehát ő elsősorban az egyik van énekel nagyon sok szerepben. Az ő művészi munkásságáknál díszdíjjal, ugye az Áfos díjjal is méltatták, úgyhogy igazán panaszunk nem lett arra, hogy ma milyen minőséget hallhatunk, hiszen egészen biztosan kiváló koncertben nézünk elébe. A mai műsor kicsit úgy állítottuk össze, vagy nem én, őszintén legyek, most Tündének köszönhetjük, hogy azért kapjunk ízelítőt az ének minden olyan jellemzőjéből, ami valamiért kivívó helyet hívott ki ebben a műfajban. Alapvetően származásra tekintve az éneket, illetve a dalok, ugye lehetnek népdal eredetűek, amit például a magyar népdalról is számos mű keletkezik már műdalként, illetve hát a másik jellemző és nagyon fontos forrás, ugye a verseknek a megzenésítése, ami igen komoly szerepet tudott például a 19. században, tekintve arra, hogy például a Goethe versei nagyon nagy előszetettel zenésítették meg a korabeli zeneszerzőt. Az első blokk, amiben ma szeretnék hallani műveket, fogunk hallani műveket, először is Schubert Nami Music című műve lesz, illetve a Gammel című mű, két Schubert dal. Azért is nagyon jelentős, mert Schubert az, aki, amikor az első dalit írja, hát igen bizonytalannak érzi magát, hogy vajon jó úton jár, és barátait kérdezi gyakran arról, hogy érdemes egyáltalán ezzel a műfajjal foglalkozni, de a barátai megmutatják, hogy azért ez a nagyon jó vagy, amire ő megjegyzőt, persze én is érzem néha tisztább pillanataimban, tehát kicsit szerint szerezni Beethoven után azért ezt hozzátette, tehát a tisztelet meg volt ennek ötletesen Beethoven fel, és ő saját magát nem értékelte akkor már azért még túl. Tehát lesz először a két mű, aminek az első, az Antimusik, az a zenéhez, egy olyan himnusz a zenéhez, ami egy szólókokra és zongorára kihozott eredetileg, és lett belőle később más verzió, illetve tulajdonképpen azért, mert egy korabeli zongora virtuóznak szánta magát a művel, illetve egyszerűen később neki ajánlotta ezt a művet előadásra. A mű ma megzenéhez a 17 körül kezdődött, de az átmondom, csak azért mondom, hogy körülbelül tudjuk, hogy
fejlődnek ezek a darabok. Mondjuk a 19. századtól, hát ugye a 20. század elejéig, amelyik ma eljöttünk, rövidebb igazából. A másik a Telemann című Schubert dal, az pedig alapvetően az is szintén szóló hangra íródott, az már egy sorozat részeként íródik, egész pontosan a sorozat mint két dalból áll, és a kettő két különböző karakterben próbálja bemutatni magát az ember, tehát az emberi jellemvonásokat. Ebből a Gamner emberi jellemvonásai azok, amelyek az elbűvölő, a kedves, tehát a általában barátságos, vagy a szép felé hajló jellemzőket mutatják. A másik rendszerző, akinek a két művel, az Brahms két dalában van szó, szintén nagyon jelentős, és többek között azért is érdekes őket így összekötni, mert ők azok, akik még ebben a korban egyáltalán nem jön a operát. Tehát se Schubert opera nem születik, se Brahms opera nem születik. Ők elsősorban a költészetből vett ihlete alapján megzenésítenek verseket, és szerint dalokat írnak. Ennek köszönhető a két Brahms mű, mert az első, amikor az első, az egyfajta ilyen visszavágyulás a gyerekkorhoz, illetve az akkori boldog életérzéshez, míg a másik, az pedig egy olyan nagy tavaszi újongás, tavasz köszöntő, ami ahhoz kérdik azt, hogy a térig fogunk gázolni, ahol egész időszerűvé vált ügyet a plusz 15 fokban, úgyhogy hogy következzen akkor a két Schubert és a két Brahms.
És szerintem, hogy akkor olyan ember szült már, ami a művészet, akik valamilyen formában megosztották a korabeli közösséget, mert ténylegesen vagy nagyon szerettek valakit, ugye, vagy rettenetesen elutasítottak ekkoriban, mert annyira merész új dolgok keletkeztek, ami a zenét illeti. Ez alól természetesen nem volt kivétel a következő két zeneszerző, akik között többféle összefüggés is keletkezett a történelemben. Liszt és Wagnerről beszélünk. Liszt, aki új formával öntötte kicsit a dalt magát, a köszönet annak, hogy már egy egészen új típusú zeneszerzési technikát alkalmazott egyébként is, tehát mint hangszeres művész, hangszeres előadó, és mentve a nagy zongora versenyeket, illetve a nagyszabású zongora műveit, ugye akkor már hatalmas formák, hatalmas perspektívák kezdenek kialakulni, amik hát akkoriban még tényleg nagyon kijelentőek voltak, és abszolút nem voltak elterjedtek, nem voltak szokványos, csak inkább így fogalmazni. Ő életét ugye azt tudjuk, hogy idős korára a hit felé fordult sokkal jobban, tehát a Isten felé, hogy úgy mondjam, leegyszerűsítve a dolgot. Igazából már abbéként érte az élete utolsó évei. És ennek egyik idő terméke, vagy lehet ilyen csúnyán fogalmazni, vagy eredménye a Márnéki Harangok című mű, ami szintén versre íródott, és azon túl, hogy ugye ezt az értelmezett kapcsolatot, hogy vers és zene támasztja alá, de egy további érdekesség talán az, hogy ugye a harangok, mint etet, ekkoriban ugye az új illetőlött impulzusok egyre elterjedtebbek, aminek egyébként legszebb formáját például a Görsvéd, egy amerikai Párizsban című művét tudnám párhuzamként említeni, hogy ahol már utcazai jutunk, de ekkoriban még nem nézkednek ilyen messzire, mert talán még autóbák is kevésbé vannak a 80-as évek végén. Ugye a harangok hangja az már viszont nagyon-nagyon sokszor előjön az ő hangszeres művészetre. Ugye, ha emlékszünk a La Campanella című műre, ami egy Paganini-nek az átdolgozása. Tehát a Liszt dal, az első dal eredeteinek a kapcsolata, az talán ez a más művészetekhez, és itt elsősorban a költészetről beszélünk. A másik mű, a három cigány dal, ha ezt így fogalmazni, érdekessége, hogy közben esetlen nekem is, hogy itt a három forrás van, van a népdal, van a versenek, van a félreértés. Tehát ezből a háromból lehet ugye valamit kihozni. A félreértés esetben azt, hogy ugye a 1800-as évek végén magyar népzenének elsősorban a cigány zenét tekintették, mivel ezt jóval többet lehetett hallani sokfele, ugye, mint a magyar népdalokat, amelyet már még csak sokkal később kezdve igazából kell szerinteni. És ennek egyik szép eredménye ez a három dal, ahol Liszt virtuózítása, illetve ez a nevezzük népzenei ihletettség találkozik egymással, ebből keletkezik ez a három dal, ami összekapcsolódik. Ja, ami nagyon fontos, hogy mindig valamilyen oknál fogva mindenki törekszik arra, hogy valami dalciklus, vagy valami sorozatban, tehát többféle, több darabban fejezze ki saját magát, mert ugye azért nyilván abban a dal, mint forma nem annyira hosszú sosem, tehát több kisebb művől van általában szó. Csak úgy, mint ahogy a Wesendonck dalok, ami szintén egy sorozat, amit Martin de Wesendonck-nak köszönhetünk bizonyos értelemben, illetve tetszesen Wagnernek. Wesendonck családdal, Otto Wesendonck a Svájcban ismerkedik meg Wagner, és hát természetesen a feleségével is, és itt félreértésről szó nincs, konkrétan, hogy két
emberek egymásra talál, de hát ezt nyilvánvalóan eltehetik politikussá, és ennek különböző megnyilvánulások lesznek, például a Tristan és Izolda, amin ekkoriban dolgozik Wagner, és nem értem keletedre a részlet, mert a Tristan motivum, amit majd később már Tristan motivumnak titulálunk, valójában már egy Liszt dalban megjelenik korábban. De hogy visszatérjük a hullámhoz egy kicsit, ugye Matilda és Wagner között szövődik valami, aminek az eredménye sok-sok vers, amit Matilda ír, illetve a másik eredménye, hogy ezek a verseket csak Wagner megzenésíti. Egyfajta előtanulmányként is kezeli ezeket a dalokat a Tristan és Izoldához, és ennek köszönhetően magának operában jól felismerhetőek bizonyos helyen ezek a dalok. Például a Trajan című dal, ami ma szintén előadásra kerül, aminek plusz egy érdekessége az, hogy ez már kimagyarázhatatlan kategória akkoriban, mert az egyetlen, amit meghangszerelt Wagner, és egy kis kamara zenekarra, Matilda alatt, amelyen szerenátét előadta. A másnak már nem mennék bele, hogy ezt hogyan magyarázták, de ez így megtörtént, legalábbis az előadók szerint, mert az előadók szerint, de hát nagyon-nagyon nagy jelentősége lesz így a darabnak, ami valahogy a Mozartnál kicsit elválik egyébként az operával és önálló életekkel, majd itt tulajdonképpen Wagnernél újra a dal és az opera valahol összefonódik újra. Tehát a szünet előtti két, egészen pontosan három mű, az ugye a Liszt, illetve a három cigányra, illetve akkor nagyon is három mű, de most már nem megyek bele, és akkor a, és még a és részben, illetve a véletlen dalokból a Wagner Trajan című. Thank you.
Wagner. Rossz mérjük, hogy nem volt nagy félvágnak, mint a korabeli párizsiak. Egyszer meglátogatott egy barátja, és a dolgozó szobájába lépve azt látta a fotók a gerincről, de a Tristán és Izoldát tanulmányozta. Megkérdezte, mi a véleménye róla. Gyönyörű mű. Sosem gondoltam volna, hogy Mozart, Gluck, Csimaruzatéber, Meyerbeer, és maga a hagyományos operaszménynek megújítva egy ilyen képzeletgazdag és kifejező zenét írt, mondta. Lennék közelebb lépett, és döbbenten látta, hogy a mester fejjel lefelé tartja a lányát. Rossini megfordult, megfordította, újra belepillantott, és így szólt. Csak sajnos sehetőbe se falta. Így azért értesítikán kérdezik, csak mint egy korai kortárs, aki azt írta, hogy tegnap reggel elvittem Brahmsnak az Istenek alkonyi patrúdáját. Délután megkérdezte, minek hoztad ezt el nekem? Ő kért meg rá. Érdekel, és nem érte, nem mindig élvezem a Tristán, az egészen más. De ha ezt teszem, hogy a reggel egész nap nyűgés vagyok. Majd bennünk napon felolvastam neki a hírt, hogy Bajrájban meghalt a Wagner zenekar egyik tagja. Megvan az első óra. Úgyhogy, tehát nem kímélték egymásnak, az emészetnek, hogy szeretett, hogy kímélhetesen bánni egymással, tehát hiszen örökletes maradt. A második fél idő már a Wagnerból mennék a igazán nagy romantikusok felé viszel minket. A következő mű is egy ilyen, ami azért nem dalciklus, ma már kicsit annak tekintik őket a dalokat, mert Mahler műveink, mert szintén ugye egyébként versekre íródra, de rengeteg íródról, és különböző sorozatokat állítanak össze magunknak az előadó művészek, azt szerint, hogy mennyit szeretnénk ezeket egyben bemutatni. Igazából valódi összefüggés úgy, mint mondjuk a Brahms vagy éppen a Schubert dalciklusok esetében nincsen. Tehát nincs egy ilyen tematikus közös vonal, csak az, hogy egy szerzőtől versetől van szó, de semmi egyéb összefüggés közöttük nincsen. Az utána elhangzó mű, ami Verdi Áramánia című, hát ez már nem tudom, hogy megint a Otellóból ágya, ami egy speciális ágya, mert ugye ez az a ágya, amely elhangzik, mielőtt vezetben a megölünk, tehát újra tovább, hogy hányféleképpen lehet eljutatott ebben valamitásra fakadjon. A utána következő Strauss mű, a Ariadne azt mondta, hogy egy megölött ellentétes karakter, illetve típusú dal ehhez képest, mert ez a címszerep, ami tulajdonképpen nem a címszerepbe köszönheti a népszerűségét, hogy egy nagyon, hát, hogy fogalmazom mai módon, kemény karakteres hölgyről mondhatnám, hogy Csiát Fest, az jó kifejezés, azt mondom, típusú karakterről van szó. A maga a mű helyzetfogítomokra épül a Strauss Ariadne című, és valahol próbálja kicsit kifejezni a értéktelen meg a magas művészetek közti különbséget. Hát persze közben érdemi értéket zenében, ami egy ellentmondás a dolog, hogy lehet kifejezni ezt így, de mégis ez így történik. Ezen kívül beszélünk ugye Straussról az Ajánlás című mű, és Strauss azért fontos szintén, mert őt is annak ellenére, hogy hatalmas zenekari műveiről és a hatalmas operákról jobban ismeri az átlag közönség, mégis dalköltőként is nagyon-nagyon jelentős az, amit ő a zenetörténetnek arra, hogy a jövőnek ad,
dalok alapvető ír, és ez a sorozat, ami viszont megint egy összefüggő dalciklus, amelyből ez a Szöveg ajánlás című dal elhangzik, ez a sorozat első darabja, tehát itt ismét egy komplet dalciklusról van szó, és most akkor következzen ez a három különböző karakteri mű, ugye, a rükkert dalokból az Elvi, a Kisvizellel, illetve a Három Mária, és utána pedig a megint nem három van a mű, a Strauss Ariadnán szóval egy részlet, illetve a Ajánlás című dal.
Illetve a két utolsó műsorszám, ami műfaját tekintve, hát már sem egy dal, sem egy opera, hanem ugye az opera világából egy-egy remek mű, ami azért fontosabb, mert szeretünk kategorizálni, hogy én ezt szeretem, azt szeretem, vagy éppen nem mindig meg kell vallani, hogy mind a kettőt is lehet szeretni. Mert miért ne lehetne szeretni mind a kettőt? Mind a kettőt emberek írták, emberekről írták, mert napi életből megint az operek világra is nagyon sok. A témák azok ugyanazok. Mivel emberekről, szerelemről, álmányról és mit tudom én, mindenről szól. Ugye? Egy kicsit más formában, és mégis, hogy valljuk be, azért kedves a szívünknek, mert alig van olyan ember, aki ezekből nem tudna legalább egyet elbúdolni, akár szívesen is nap, mint nap. És de azért egy igazi szóvivője ennek, mert ő nagyon-nagyon szeret operettet énekelni és játszani saját bevallása szerint. Tehát ezt nem én edesokkal rám most a szöveget, mielőtt mondja valamit, ezt ő mondta, tehát ez igaz. De hogy megnyugodjunk, hogy azért ez a kis képeg bennünk, hogy szeretem, nem szeretem, merem bevallani, nem merem bevallani, ezért az végre jutunk vissza. Egy nagyon rövidet ebből olvasni. Ugye Lehár Ferenc, a Vígőzvegy és sok mások felett magyarosztrák szerető. Mahler és ifjú felesége Bécsben elment a Vígőzvegy előadására. Tetszett neki, otthon táncolnak a zenéjére, fejre lejátszották a keringőt a zongorán, ám egy részletére nem emlékeztek pontosan. Másnap elmentek a Döblinger zeneműboltba, de szégyellték bevallani, hogy egy könnyed operett érdekli őket. Ezért mi alatt Mahler a saját műveinek ottájáról kérdezősködött az eladóknál, a felesége gyorsan átlakozta a Vígőzvegy zongora kivonatát, és aztán amint az utcán voltak újra, Alma elénekelte a keresett részt, már lehet egy jó zenézetébe véste. De hát azért ez egy kicsit már ott is úgy tűnik bennünk az emberről, mintha ebben nem szabad azonosulni, pedig ér is kell, mert hát az is ének, és pont annyira kifejezik az érzelmeinket, mint akár az operák, vagy éppen a dalok, még ha egy kicsit más formában is, úgy külsőségeiket, mint egy például. Mielőtt elbeszélnék én a magam részéről, és átadnám az utolsó három dalnak a helyet, mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy ismét eljöttek a sorozatnak erre a előadására, és szeretném emlékeztetni mindenkinek, hogy ugye április, nem tudom, nem tartunk. Március 30-án lesz a következő része ennek a sorozatnak, amikor Kuklis Gergely egyedülművész, aki a Nemzeti Filharmonikusok koncertmester és egyben lesz a vendégünk, és ő fog eljön is muzsikálni nekünk. Illetve együtt megjegyezném azt is nekünk, hogy közel a sorozat végét felejtett ez a sorozatnak ez az egyes hangszereket, az utolsó része, a március 30-ai. Április 27-én lesz a húsvéti ünnepek után tulajdonképpen a húsvéti koncert jelleggel. Ennek a sorozatnak a záró koncertje, amire reményeim szerint mindenki, aki részt vett ezen a sorozaton, eljön és újra muzsikál nekünk, akkor majd egy kicsit mindig nagyobb felállásban, tehát valami nagyobb méretű kamera produkcióval szeretnénk a koncerttel összeállítani nekünk, hogy akkor lesz valami hegedű ének, mint a zongora, mint lehetőség. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, és várjuk meg a következőt.